A helyi mazsorettek is köszöntötték Pázmánt falu legújabb büszkeségét, az új utat. 523 millió forintból egy körülbelül 6 kilométeres szakasz újult meg teljesen az új Széchenyi terv keretében. Ezen a 6 kilométeren teljes burkolat megerősítés történt, több mint 3000 köbméter új aszfalt beépítésével, megújultak a vízelvezetési rendszerek, az árkok a teljes szakaszon kitisztításra kerültek, Győrságon sokszor volt belvízből probléma, ezért Győrság területén új áltereszté is építettünk. A felújítás során megújult Győrságon ez a csomópont is, ahol az áteresz volt, biztonságosabbá vált a közlekedés. A helyi polgármester szerint egy olyan évek óta dédelgetett álmuk valósult meg az úttal, ami országgyűlési képviselőjük nélkül talán sohasem készült volna el. Amikor valaki idejön egy idegenként, telket keres, azért az első benyomás az, hogy milyen a közlekedés, milyenek az egyéb lehetőségek, azért az infrastruktúra fejlettség, azt nem kell mondani, mindenhol meghatározó, és ma ez egy óriási lépés a falu életébe, hogy ezt sikerült elérnünk. Az, hogy milyen úton, milyen rögös úton, azt hiszem, hogy az országgyűlési képviselőnk tudná legjobban elmondani, hogy hányszor kibe ígérgetések, próbálkozások, de a vége az volt, hogy végül is sikerült. Az útfelújítás a közeli Nyalkát és Győrságot is érintette, de a Tápszent Miklós, illetve Lázi felől Győr felé tartók is nap mint nap erre járnak. A körzet képviselőinek választási ígérete volt a 8222-es út egy részének rekonstrukciója, ami mostanra megvalósult. Sokan Bakonyaljáról Győrbe ezen az úton keresztül járnak dolgozni, tehát nem csak az itt élők számára, hanem sokak számára jelent ez egy biztonságos, balesetmentes közlekedést, és választási ígéreteim között volt ennek az útnak a felújítása. Mesterekkel együtt azt mondtuk, hogy tűzön vízen ezt keresztül visszük, ez most sikerült. Vannak terveink, tervezzük a folytatást. Az út megújulása óriási segítséget jelent a térségben élőknek, annak a közel 3000 embernek, akik a mindennapi munkába és iskolába járáshoz, valamint ügyeik intézése során is folyamatosan használják az országos közutat.